A szumátrai, a ma élő legkisebb és legdélebbre élő tigris alfaj vadon élő példányai kizárólag az Indonéziához tartozó szumátra szigetének alacsonyan fekvő területein és hegyi erdőségeiben fordulnak elő. Magányosan vadásznak, zsákmányuk főként a közepes termetű növényevők közül kerül ki. Ezek a tigrisek természetes élőhelyeik elpusztítása és az orvadászok miatt kerültek a súlyosan veszélyeztetett fajok közé, míg az 1970-es években a szabadon élő állatok számát ezer egyet körülire tették, 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség nagyjából 250-re becsülte a szumátrai tigrisek számát, jelenleg pedig mindössze 400 példány él szabadon, a világ állatkertjeiben körülbelül 300, köztük kettő itt a Nyíregyházi állatparkban. Gio a hím 2014-ben érkezett Rotterdamból Nyíregyházára az Európai Fajmegőrzési Program keretében. A ritka nagymacska az állatpark egyik büszkesége, hiszen érkeztével már négy tigris alfajt mutat be a sóstózó. A faj koordinátora 2015-ben már kihelyezett a kiváló genetikai adottságokkal rendelkező hím mellé egy holland tenyésznőstényt, ám nászuk nem hozta meg a várva várt utódokat. A program koordinátora közelmúltban egy új nőstényt javasolt. Zoya az új állat Varsóban született, ám eddig Franciaországban élt, és pár hete már a Nyíregyházi Állatpark lakója. A két most már nyíregyházi szumátrai tigris találkozója jól sikerült, nem úgy, mint február elején Londonban, ugyanis az ottani állatkert nőstény szumátrai tigrisét az első randevún új partnere egy 7 éves hím megölte alapvetően mindig rizikóval jár, hogyha két nagy macskát összeengedünk, így van egy protokoll előírás. A karantén időszak után az új állatot először rácson keresztül ismertetjük meg az itt lévő lakónkkal. Ez meg is történt. Gio érdeklődve figyelte a menyasszonyát aki igazából közömbösen viselkedett eleinte iránta, ám ahogy a megfelelő pillanatban összeengedtük őket, láttuk, hogy a koordinátornak jó döntés viszonyult az, hogy ezt a két állatot elhozza hozzánk, hiszen ő mind a két állat érdeklődik a másik iránt. Egyelőre Gio nem ront ajtóstól a házba, távolról figyeli a mennyasszonyát, aki egyelőre a külső kifutó feltérképezésével foglalkozik leginkább. A macskafélik családjának jól ismert ragadozói közül a tigris a legnagyobb és legerősebb, a tigris egyike azoknak a veszélyeztetett állatfajoknak, melyeket az ember csak nem a teljes kipusztulás szélére sodort. Kilenc alfaja közül három mára teljesen kipusztult, és a többit is veszélyeztetetté nyilvánították a szakemberek.